Köszöntöm a testvéreket és a képernyők előtt ülő testvéreket, hogy második vasárnapján itt a Réczalaki evangélikus templomunkban reminiscére hangzik a vasárnap kezdő zsoltára alapján az ünnep neve. Emlékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről. Így emlékezteti az Úristent a zsoltáros, így fordul hozzá. Ugyanakkor ma arra is rá döbbenhetünk, és megérinthet minket Istenünk kegyelme, akit nem kell emlékeztetni, hanem éppen minket kell, mi fedezhetjük fel ismét, hogy ki áll mellettünk. Ennek az élménynek, ennek a felfedezésnek gyönyörű jele a keresztség szentsége, melyet a mai vasárnap is ünnepelhetünk, így köszöntöm a Boros családot sok szeretettel és a kis Botondot, aki a keresztség szentségében részesül. Ezt mondja Pál apostol a vasárnap bevezető igéjében, a rómaiakhoz írt levelében. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Amen. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem,
taníts meg ösvényeiden járni ember. Ifjú korom vétkeit ne idézz fel, bűneimről ne emlékezz meg. Igazságod és hűséged őrizzen engem, hiszen benned reménykedem. Így felelt.
Úgy van, uram. De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amit kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. A keresztelőre készülve a 296-os számú énekünk első versét. Békesség nektek, feltámadott Urunknak, ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor először léptek gyülekezetébe ezzel a kisgyermekkel, hogy a Szent Keresztség áldásába részesüljön. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg a gyermeket, és őrizze meg bejövetelét és kimenetelét mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Kedves testvéreim, hallgassátok most meg azt az egyetlen ige verset, amit a keresztelési ige hirdetés alapigéjeként választottam, ahogyan az már el is hangzott a mai istentiszteletünkön, a 25. Zsoltár 6. versét. Emlékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Kedves szülők és keresztszülők, ünneplő gyülekezet, fiatal felnőttként, meg úgy egyáltalán fiatal korunkban hajlamosak vagyunk az emlékező képességünk működését evidenciaként kezelni. És persze néha ezt azt elfelejtünk, de ezeket inkább a figyelmetlenség vagy a hanyagság számlájára írjuk. És nekem az volt a tapasztalatom, hogy úgy igazán először a gyermekeinkkel, a gyermekünkkel kapcsolatban döbbenünk rá arra, hogy gond van a memóriánkkal, amikor észreveszünk, hogy a gyerekek olyan dolgokra is emlékeznek, amiket mi már rég elfelejtettünk, olyan ígéretek is megmaradnak, amiket mi szülők egy felelőtlen pillanatban tettünk, olyan szavakat is visszahallunk, amikre nem is emlékszünk, hogy a gyerek előtt kimondtuk volna, vagy egyáltalán elfelejtünk valami olyan egészen hétköznapi dolgot az ő napi rendjükből, ami de nagyon nagy szükség lett volna, de nem jutott eszünkbe. Böjt második vasárnapjának bevezető névadó zsoltárában különös módon az Istent emlékeztetjük. Az ő irgalmára, hogy gondoljon arra, hogy milyen Istenünk ő, hogy milyen kegyelmes volt korábban az életünk során, hogy milyen irgalmas volt. Mint hogyha az Isten felejtene, és nem pedig mi magunk. Hisz valójában ebben az imádságban, és ezáltal nem az Istent emlékeztetjük a kegyelmére, hanem minket, mindnyájunkat. Ez a felszólítás, ez elsősorban nekünk szól. Kedves testvérek, ma már
Nagyon jól tudjuk, hogy miért beszélt Jézus arról, hogy a kisgyermekeké az Isten országa. Akkor hatalmas botrány volt, és most is gyakran érezzük a feszültséget, amikor gyermek zsivallyal teli a templom, de valójában nincs ennél szebb élmény. Hiszen valóban olyanokká kell lennünk, mint a kisgyermekeknek. Hiszen a kicsinyeket nem kell emlékeztetni az Isten jóságára, irgalmára. Ezt élik meg minden nap a szüleik szeretetében, a nagyszülői gondoskodásban, a világ csodáiban, a biztonságos otthonban, az ölelésben. És most majd botond is a keresztvíz tiszta csobogásában. Az öröktől fogva kegyelmes Isten közelébe kerül. Az üdvösség jeleként, hogy az Úr sosem fogja elfelejteni, elhagyni őt. Mert egyetlen gyermeke, sőt, a gyermekei egyetlen haja szála sem veszhet el a mennyei memóriából. Éppen ezt mutatta meg Krisztusban, ahogyan a vasárnap igéjében mondja az apostol, Isten a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Kedves szülők és keresztszülők, arra szól a ti elhívásotok, hogy azt éljétek botond elé, hogy ő is Istenhez tartozik. Hogy bármikor megszólíthatja imádságban, hogy a mennyei atya kegyelmébe fogadta, és ezt senki sem veheti el tőle. De erre emlékeztessen mindnyájunkat az egyház közössége, a gyülekezet ajándéka, a bűnbocsánat és keresztségünk bizonyossága. Isten hűsége és szeretete, az ő irgalma és kegyelme soha el nem múlik. Amen. Imádkozzunk. Megváltó Úrunk Jézus Krisztus, fogad kegyelmedbe a keresztség által ezt a kisgyermeket, és áld meg örökké való áldásoddal. Maradj vele élete minden napján, hogy tiéd legyen most és örökké. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermek nevében, mondjátok el a gyülekezettel együtt az egész kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön ezzel, Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen, akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok egy gyermek hívő keresztényi növekedéséről? Vállaljátok-e? Vállaljunk. Lépjünk oda a keresztelő kúthoz. Mi a gyermek neve? Botond. Botond, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szült, bűnödet megbocsátotta, erősítsen meg kegyelmével az örök életre. Amen. Békesség nektek, az Úr kegyelme veletek van. Amen.
Jézus Krisztus a világ világossága, az oltáról vett gyertyalángja emlékeztessen bennetek arra, hogy ehhez a világossághoz tartoztok, és úgy ragyogjon Krisztus világossága az életetekben, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Amen. És nem csak a gyertya lángja emlékezteti a keresztelős családot a mai vasárnap, hanem Molnárné Szabó Ernestina presbiterünk keze munkája által egy keresztelői fa is a mai vasárnaptól elhelyezésre került itt a gyülekezetünkbe, hogy minden egyes alkalommal felkerüljön rá a megkeresztelt kistestvéreink neve. Így most kérem presbiterünket és Boros Ferenc testvérünket, hogy tegye föl. Ott adnak is a kis virágját. És egész évben legyen ez a jel emlékeztető mindnyájunk számára, hogy az Úristen ma is építi az ő egyházát, és őrzi ezt a gyülekezetét is. És pedig fogadjátok az áldást. Úrunk, őrizd meg ezt a családot kegyelmeddel, áld meg Botondot, légy vele egész életében. Áld meg az édesanyát és az édesapát, hogy be tudják tölteni mindazt a feladatot, amelyet rájuk bíztál. Áld meg Blankát is, és minden hozzájuk tartozót, vezess őket kegyelmeddel. Amen. A mindenható Isten áldjon meg titeket, és őrizzen meg titeket egész életetekben. Amen. Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól.
Úrtól, Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap ószövetségi igéjét, amit azt egyházunk 5. második vasárnapjára ige hirdetési alapigeként kijelölte. Megírva találjuk a Királyok második könyvében, a 20. fejezetben, az elsőtől a 7. versig a következőképpen. Abban az időben Ezékiás király halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámoc fia elment hozzá, és ezt mondta neki: így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás erre a fal felé fordult, és így imádkozott az Úrhoz. Ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Ézsaiás még a palota belső udvarát sem hagyta el, amikor így szólt hozzá az Úr igéje: menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének, így szól az Úr ősatyádnak, Dávidnak istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Meggyógyítalak, 3 nap múlva már fölmehetsz az Úr házába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel, Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged meg ezt a várost. Pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért és az én szolgámért, Dávidért. Majd ezt mondta Ézsaiás: hozzatok egy csomó préselt fügét. Oda vitték és a keleményre tették. A király pedig életben maradt. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Főt első vasárnapját a kísértővel való küzdelem határozta meg. Erről hallottunk a múlt vasárnapi ige szakaszokban. Most talán a másodikról azt mondhatjuk, hogy az ember Istennel folytatott tusakodásába kapcsolódunk be. Hiszen ez a harc jelent meg a kánaáni asszony történetében is. A közönös tanítványokkal és az elsőre elutasító Jézussal kapcsolatban, ahogy nem adja föl ez a kánaáni asszony, és újra kiált Jézushoz: Uram, könyörülj rajta, ne küldj el, ne utasíts el, hallgass meg! Bőjt második vasárnapján úgy érezzük, mintha nekünk kellene Istent felráznunk. Emlékezz meg irgalmadról, emlékezz meg kegyelmedről, vegyél észre, Istenem! Könyörülj rajta! Jogosnak érezzük ezt a küzdelmet, a kétségekkel teli kiáltást, hiszen már 3 éve a halál árnyékának völgyében járunk. Előbb a vírus, most pedig a szomszédunkban zajló háború, a láthatatlan ellenség fenyegetését nem a felette való győzelem törölte el, hanem a látható erőszak szörnyűségei váltották. A halál árnyékának völgye. Igen, belülről fakad a könyörgés mindnyájunk szívében. Emlékezz meg rólunk, Urunk, könyörülj rajtunk, Urunk. Kedves testvérek, ennek a harcnak egy személyes epizódjához vezet a mai igénk. Sokakkal megtörténhet, sokakkal megtörténik ma is. Többen vagyunk itt együtt, akik nagyon jól ismerjük Ezékiás király érzését, élményét. Ő Júda jó királya volt. Egy hitvalló, uralkodó, az Úr erős, ezt jelenti az ő neve. Jó király volt, egyfajta reformátor király, akiről így ír a Szentírás: azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Megszüntette az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat,
Még a rész kígyót is darabokra törte, amelyet Mózes készített, mert azt látta, hogy Izrael fiai tömjéneznek előtte, és azt imádják. Ezékiás király megszüntetett minden fajta idegen kultuszt, és visszairányította népét az egyistenhez. Bízott az Úrban. Nem volt hozzáfogható senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána, írja a Szentírás. Hát ilyen király volt Ezékiás. De ne gondoljuk, hogy ez az erős, kegyes jellem minden kétséget nélkülözött volna. A betegség éppen Jeruzsálem ostroma alatt éri. Uralkodásának 14. évében, Krisztus előtt 701-ben, amikor a korabeli szuperhatalom, a katonai csúcsállam, Asszíria megtámadta Jeruzsálemet. És ekkor éri a betegség, ekkor dönti le a lábáról a szörnyű kín. És egy ismerős kopogtat a király szobája ajtaján, Ézsaiás próféta az, aki úgy tűnik, hogy nem éppen a legérzékenyebb lelki gondozó, hiszen beront a beteghez, itt az idő vég rendelkez, felejtsd el a gyógyulást, meg fogsz halni. Ezékiás imádkozó király volt. Imádkozott a hadüzenetet megkapva, imádkozott az ostrom gyűrűt látva, az asszír fenyegetést érzékelve, de amikor saját testében is érzi a halál veszélyét, akkor az imája csupa könny, kiáltás, könyörgés, harc az Istennel. Elutasítja azt, amit a próféta mond. Akkor is, csak azért is az Istenhez könyörög, emlékezzen meg róla, jó tetteiről, bizalmáról, korábbi életéről. Szabadítsa meg a betegségtől. A nagy király nem szégyel sírni, nem szégyeli a könnyeit, sőt ezeket dedikálja az Istennek. Mert ezek nem az ön sajnálat könnyei, hanem valahol a gyógyulás felé vezető könnyek. Akár csak Péter zokogása a nagypénteken, akár a kánaáni asszony könnyes kiáltása. Mert az őszinte könnyek segítenek kimosni a szemünket, hogy tisztán lássuk Urunk valódi arcát. Hogy tisztán lássuk az Isten arcát. Mert ő ott volt a fal felé forduló király háta mögött is. Úgy, ahogyan József Attila írja. Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Igen, futunk az Isten után, könyörgéssel, kiáltással, míg a falnak nem ütközünk. De vajon észrevesszük-e, hogy ott volt mindvégig a hátunk mögött? Ne gondoljuk, hogy bármikor magunkra hagyna. Ne gondoljuk, hogy elfelejtene. Ne gondoljuk, hogy nekünk kellene győzködnünk őt. És igen, lehet, hogy csak ezek a megtisztító könnyek kellenek. Máskor egy mély lélegzetvétel, vagy a csendes imádság, hogy felfedezzük, Isten ott áll a hátunk mögött. Ézsaiás még ki sem ért a kertbe. Még el sem hagyta szinte a palotát, amikor már megszólítja újra az Úr. Rögtön válaszol, nem késik, mert az ő ideje a legalkalmasabb idő. És igaz, hogy nem a király hallja a választ, hanem a próféta, de Isten néha így válaszol, másokat felhasználva, másokon keresztül. Ézsaiás a gyógyulás hírével tért vissza. Maga is hozzájárul a felépüléshez, egy sajátos préser füge kúrával, de sokkal fontosabb az, amit mond a királynak.
Így szól az Úr, meghallgattam imádságodat. Láttam, hogy könnyeztél. Meggyógyítalak. 3 nap múlva fölmehetsz az Úr házába. 3 nap múlva. 3 nap múlva felmehetsz a templomba. Mert Isten dicséretre gyógyít meg az Úr. A király 15 esztendőt kap. Isten oltalmában egy életen át tartó Isten tiszteletre. És eszembe jut a zsoltáros imádsága, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Úgy gondolom, hogy neki ez itt sikerült. Hiszen a Szentírás megőrzi a király hála imádságát a gyógyulása után 3 nap múlva, amit őszinte szívvel hálát adva mondhatott az Úristennek. Ebben vallja meg azt a nagyon nehéz, de felszabadító mondatot, bizony javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé vetetted minden vétkemet. Javamra vált a keserűség, hátad mögé vetetted minden vétkemet. Kedves testvérek, mi mit tanulunk ezekből az időkből? Halál árnyékának völgyében töltött, akár mennyi óráról és napról. Hogyan tekintünk az elmúlt évek és a jelen keserűségeire? Vajon imádkozunk bölcs szívért? Bűnbánatra indulunk? Felismerjük törékenységünket, túlélni akarunk, vagy élni szeretnénk? Vajon tudjuk-e úgy megélni mi magunk is a keserűséget, ahogyan a király tette? Vagy úgy, ahogy a régi történet meséli, hogyha úgy érzed, hogy valaki a szakadékba akar lökni, akkor fordulj meg, és kapaszkodj ebbe a kézbe. Így az elsőre taszítónak érzett kéz mentő kézzé válik. Hiszen nem Isten küzd memória zavarral, hanem mi magunk. Ő győz meg minket a mai vasárnap, ne feledd az Isten szabadítását, ne feledd mennyi jót tett veled. Ne feledd, hogy megváltott és veled volt, hogy ott állt a hátad mögött, akkor is, amikor a fal felé fordultál. Amikor úgy érezted, hogy mindenki elhagyott. És megkerülted volna a könyörülő Istenért a világot, ott volt, és ott van mögötted. Krisztusunk a nyomorúságban is nyújtja gyógyító, irgalmas kezét. Szeretett testvéreim, 3 nap múlva mondja az Úr, micsoda reménység. Már bőjt második vasárnapján, 3 nap múlva. Mert Isten Jézus Krisztusban nem csupán hosszabbítással, 15 vagy akár mennyi évvel, hanem irgalommal és szeretettel, örök élettel ajándékozott meg. 3 nap múlva. Soha ne felejtjétek húsvét reménységét. Amen. Imádkozzunk most együtt Ezékiás királlyal. Már azt gondoltam, hogy nem látom többé az Urat az élők földjén. Nem láthatok többé embert a világ lakói között. Szemeim bágyattan néztek a magasba. Uram, szenvedek, segíts rajtam. Uram, az éltet mindenkit, és engem is az éltet, hogy te majd megerősítesz és meggyógyítasz engem. Bizony javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé vetetted minden vétkemet. Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek. Az élő, csak az élő magasztalhat téged, akár csak én most.
Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Megszabadított engem az Úr. Rengessük hátalantot az Úr házában egész életünkben. Amen. Krisztina, kis testvérünket kereszteltük, itt Répcalakon pedig Boros András és Horváth Bianca gyermekét, Botont, kis testvérünket kereszteltük. Isten hozta őket gyülekezetünk közösségében. Szeretettel hirdetem a hétközi alkalmainkat. Szerdán 10:30-kor Répcalakon tartunk áhítatot az idősek klubjában. Délután 4 órakor bibliaórát tartunk Répcalakon, és 4:30-kor pedig Csánigon. Csütörtökön délután 2 órakor konfirmandus órát tartunk. Pénteken reggel indulunk konfirmandusokkal az idei évi konfirmandus táborba, Balaton Szárszóra. Itt leszünk együtt a szombathelyi, a kőszegi, a nádasdi gyülekezetek konfirmandusaival, és így töltjük közös készüléssel a hétvégét. Bőjt 3. vasárnapján egyébként a szokott rendben tartjuk istentiszteleteinket Gyarmati István sárvári nyugdíjas lelkész kolléga helyettesít. Bőjt első vasárnapjával kapcsolatban hirdetem a persejpénzt. Csánigon 3900 forint volt, Répcalakon 28000 forint. A héten 20000 forint, kétszer 20000 forint adomány érkezett a gyülekezet részére. És szeretettel hirdetem az elmúlt 2 vasárnappal kapcsolatban a rendkívüli gyűjtést is, amit a háborúban károsultak megsegítésére indítottunk. A pénzbeli adománygyűjtés a külön persely kapcsán 100000 forintot utalhattunk tovább egyházunknak, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet segítségével úgy tudjanak segítséget nyújtani, ahogyan arra éppen a legnagyobb szükség van. Ugyanakkor tárgyi gyűjtést is folytattunk. A múlt héten juttatta el az egyházmegye közös szervezésben mindazokat az adományokat, amik itt is és az egyházmegye többi gyülekezetében összegyűltek. Egy kamionnyi adomány indult el így az ukrán határ felé. Köszönjük mindenkinek az adományát, és bár a külön persejes gyűjtés most szüneteltetjük, de a céladományainkat továbbra is eljuttathatjuk, vagy egyenesen utalással, persejpénz.hu per Ukrajna oldalt használva, vagy pedig pénztárosunknál, vagy a lelkészi hivatalba készpénzben is tudunk még adományozni. Isten áldja az adakozókat és adományainkat egyaránt. És végül megszomorodott szívvel hirdetem Galambos Gábor testvérünket életének 70. évében szólította magához az élet és a halál ura. Előre ment testvérünk temetése hétfőn, délután 2 órakor lesz a Répcalaki temetőben. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat. A Krisztus Jézusban. Amen.
te útmutatásodat kövessük, és minden körülmények között hozzád forduljunk. Áld meg gyülekezetünket, egyházunkat. Áld meg Krisztina és Koton kistestvéreinket, akiket ma a keresztség szentsége által gyermekeddé és egyházat tagjaivá fogadtál. Őrizd meg ezt a közösséget, őrizd meg gyülekezetünket. Mennyei Atyánk, segíts, hogy egyszülött fiat szenvedéséből mi is engedelmességet tanuljunk. És szerintek maradjunk, ha igaztalanul vádol bennünket a világ, amiért hozzád ragaszkodunk, és evangéliumot mértékéhez szabjuk, beszélünket, cselekedeteinket, értékrendünket és egész életünket. Mennyei Atyánk, viselj gondot a betegségekkel, háborúskodással, terror veszéllyel, nemzeti és vallási ellentétekkel terhelt világunkra. Hozd el a te békédet erre a földre. Nemzeti ünnepünk előtt könyörgünk magyar hazánkért, és egész népünkért is. Azokért a honfi társainkért is, akik határainkon kívül élnek. Adj mindannyiunknak hitet és reménységet a dolgos hétköznapokban. Menjen, Atyánk, szüntelenül töltsd be életünket szeretetet bizonyosságával, hogy sem betegség, sem nélkülözés, sem testi-lelki szenvedés, sem a halál félelme ne oldhassa ki szívünkbe az Isten gyermekség örömét, amely a világ számára is érthető jele annak, hogy jó hozzád tartozni. Urunk Istenünk, emlékezzél meg irgalmadról és kegyelmedről, hallgass meg, ments meg és üdvözíts minket Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik örökkön örökké, és akinek nevében együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végül fogadjátok az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te neked békességet.